A lélek hasonló, mint egy rádiótelefon, amikor összekötitek a műholdat. Oh no! Oh no! Jari! Bazeg! Egy meteor! Nem tudom. Nekem ott egy meteor, nem láttad ebben? Igen, ott volt egy üstökös, így átszelte a képernyőt. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a heti, hát nem tudom, heti badarságbeszélés, vagy a heti okosság, heti profétás. A heti rimpocsék. Itt vagyunk a x-edik alkalommal már most megint reggel. Szevasztok emberek, szia Bálna. Szevasztok emberek, szia Bandi. Hogy vagy te most? Én nagyon jól vagyok, és látom, hogy megint egy 7-up-os pólódban vagy. Igen, megtaláltam a szekrényembe, pedig azt hittem, hogy elveszed, de csak nagyon mélyre került. Ó, pedig ez egy nagyon ilyen régi, ilyen, igen, nem signature tudom, darab. Igen, ez egy ilyen régi relikvia nálad. Van pár ilyen szarom, ami megvan, 10 éves, nagyon rossz minőségű volt. De amúgy nem lehet, hogy amiatt van, hogy újra így rekonnektálódtál a Pokémonnal? Amúgy. Már akkor hordtad ezt nagyon durván. Sőt, tegnap egy baseball sapkába streameltem, szóval lehet, van valami itt a levegőben. Mi a fene folyik itt? Jézusom! De egyébként elgondolkoztam azon nagyon komolyan, hogy kéne csinálni egy Hot 16 Challenge Voltút. Egy ilyen reimagined, ilyen remastered. De hogy ilyen rendes klippel meg minden, de ugyanolyan gagyin. Amúgy megcsinálhatjuk. Tehát green screen-nel meg minden felvenni, és csak hogy ilyen saját mulattatásukra ilyen. Hát ugye már az előzőt azt le kellett privátolnom, mert azzal visszaéltek az emberek. Mindig, mikor néha egy újra nézem azt, akkor van benne az a jelenet, pont ennél a Hot 16 Challenge-nél, az a 3D-esen baszottam. És te is ennyire bekrincseltél saját magadon, hogy 3D-esen. Expert, kimehetsz, no Pokémon Go, aranyom. Mit mondasz? Nem hallok. Én 3D-esen baszottam. Mi a szar ez? 3D-esen baszottam? Ülök a volánbuszon is. Baszottam a Pokémon. Remélhetőleg felkészültetek egy újabb napisten sessionre, ugyanis itt lesz velünk Révész János, aki már többedik alkalommal oktat minket a, nem tudom mi az ő tudománya, vagy miről lehet nevezni, a proféciáiról. Én úgy érzem, hogy egyre közelebb kerülünk lélekben, és lehet, hogy testben is Révész Jánoshoz. Lehet, hogy egyszer amúgy meg is vált minket, de ez, figyeljetek, ez nem bullying, ez nem ilyen rossz akarásból csináljuk ezt a dolgot, szeretnénk jobban megérteni, és ki tudja, lehet még a végén mi is elkezdünk ilyen tartalmakat gyártani, szóval ez így, én feltartom ezt a pajzsot itt a magam elé, és lepereg rólam a bullying. Jó, hát figyelj, akkor igazából kezdjünk bele, mert bőven van mit nézni, úgyhogy akkor induljon a vidis session. Minden egyes tartalom, amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Nyugi, megy a videó, csak az eleje. Ottani mosolygós napocska, mint a Teletubbiban. Viszont az egy... De várjál, az egy legit valami ott? Az egy keresztet, Jézus. De amúgy azt figyel, nézd, hogy ennek a napgifnek ott van az oldalán az a fehér vonalság. Igen, igen. Tehát azt nem szedték, azt nem sikerült kroppolni. Nekem nem is ez a napgif amúgy, ami ilyen abszurd, hanem ez a nagyon-nagyon megkeseredett Jézus ezen a kereszten. Igen. Te szent Isten, ennyire creepy Jézust én még szerintem nem is nagyon láttam. Mi ez a zene hozzá? Ez olyan, mint hogyha egy ilyen candid kamera videó lenne. Vagy nem tudom, tudod, hogy az emberekből milyen reakciókat vált ki. Aha, nagyjából igen, de tökre tetszik ez a hatalmas nagy nyalóka is a kezébe. Uh-huh. Ez egy csupa-csupsz, csak aranyon lesz fújva szerintem. Megint eltűnt. Wow. Ez a költségvetés, bazzeg, az egekben. Mit keresnek ott? Miért van az kettő tényleg? Hát valószínűleg ehhez is értő, hogy hogyan hívja le a izéket, dinoszauruszokat. Vissza a földre. De érted, ez nem a mi fantáziánk, ezt nem mi tettük össze, ezt a kisfilmet, hogy valaki. Ez a Révész Jánosnak a csatornáján van kint. A feliratkoztak a csatimra, találkozhatok T-rexekkel. Többek között. Ó, megy a Gangnam Style. Ez
Lehet amúgy a Révész János amúgy a világ trollja amúgy? Vagy ez mi? Nem, az az érdekes az ő karakterében, hogy egyszerre halálkomoly, és a másik oldalon meg ilyen teljesen komolyan vehetetlen. És ő belőle mind a kettő egyszerre jön. És ő ezt tudja. Lehet, hogy ez a napisten ereje, nem? Level 60 Wizard. Az egy level 100-as. Full legendary van. Hát az, ott van a legkeményebb staff, bazd meg. Hát. Aha, Bizison, ott is ott van. Kusjani. Aha, eléri a napot. Itt a nap, jaj, vigyázzatok! Beleolvat ő a napba. Ajajaj. Ne, ihetetlen. Omer, az UFO. Ez a vége. De szépen lett végén elvágva. Az nem lehet, hogy ezt valaki csinálta neki amúgy? Hát de ki? Elek Zoli bácsi? Hát ilyen rajongók, tudod, ilyen videóinfo vagy tökért egy izét. Special effects deal. Kajak egy kosárlabda volt. Ebben még nem volt tanítás. Amúgy tényleg kosárlabda volt, csak át van színezve. Hát egyébként az egyik videóval is mondja, hogy csak egy makett. Most akkor nézzünk meg valami jobb tanítást. Az a cím a következő videónak, a kövér proféta nem proféta. Jó? Mindenki érti? Üdvözlök beletek, én Révész János vagyok. A nevemben hordom a napisten nevét, ugyanis Ré, ha valaki nem vette volna észre. Az arany gömb a kezemben, ez egy makett. Hasonlót találtok az országházban. Ugye a tanítók tanítják azt, hogy lélek. Lélek az nem csak a földi testekben létezik, hanem az égi testekben is, csak azok ők nagyméretűek. Nem győzöm kihangsúlyozni, a napban egy aranyszínű fénymag van benne. Nem győzöm kihangsúlyozni. Most kezdtél beszélni, ezt nem akkor szokták mondani. Nem győzöm kihangsúlyozni, hogy a fény, a napban is egy aranyszínű fénymag, vagy mi a faszom van benne. Az ugyanolyan, mint hogyha úgy kérdezem, hogy ugye a napban egy aranyszínű fénymag van. Igen. Nagyon durán belecsaptunk a közepével. És ugye emberben 12 szín létezik lélekből, ott a színtáblázatot ellopták, az enyém piros, ennyit meghagytak, és állatokban szürke, növényekben, növények magjaiban, rovarokban. Az emberi egyes méretnek csak a fele létezik. Na. Geci, úram Jézus. Én szerintem, hogyha ilyen, nem tudom, ilyen loopba nézném ezt, akkor lehet, hogy idő után tényleg stroke-ot kapnék, mert hogy ezek tudod, hogy annyira zavarasztott, hogy nincsen befejezve egy gondolat. És a múlt heti ilyen ősmagyaros videónál is ez volt, hogy így bazzik, csak nyomja a freestyle, csak ezerrel nyomja, Révész Jani is ezt csinálja, és így nem bírja feldolgozni szegény idegrendszerem, tudod, ezt, hogy ne, ezek nem kerek gondolatok, Bandi, vigyázz! Mert ez azért van, mert ő ezeket már 100-szor elmondta, és azt gondolja, hogy ugye untat vele, és csak gyorsan el akarja hadarni, és kb. Be se fejezi, de már kezdje a következőt. Én közben jegyzetelni fogok, jó, hogy kicsit tanuljunk, és végén ugye vissza tudjam mondani a leckét. 1963, tehát 6x3-as térkisugárzás. Igen. 7. hó 18, a 18-as szám az ugyanazt jelenti, hogy 6x3. Igen ám, a Mitsubishin ez a jel. A Mitsubishin? A Mitsubishinek ez a jele? A Mitsubishin ez a jel. Az energiáról, tehát magyarul mondva a teremtésről van szó. Kicsit figyeljetek oda nagyjából, hogy mi is az, hogy Mitsubishin, mi az a jel, az a hármas kiterjedés. Hát ez az, hogy 3x6, 18. Na mindegy. Nem megyünk bele, én nem akarom is bőven magyarázni, mert az itt órákig betellik. Tehát aki ezzel magas szinten foglalkozik, az... De hogy jön ide egy automárka? Hát mert olyan jele van a Mitsubishinek, érted? Hármas kisugárzás, hogy... Én már itt próbálkoztam fölírni itt fontos kulcsszavakat, de... Hogy kell írni, hogy Mitsubishit, Bandi? Tehát a napokban is jelöltek a lámák Tibetből. Jelöltek. Általában keletről bejelölnek. Ja, és ma már úgy van, hogy ők fasz jelent ez. Mi a fasz jelent ez? Lehet, hogy van egy ilyen... Van egy jobbra ilyen húznak izé, Tinderen? Ilyen... Vagy mi? De biztos van egy ilyen retard Facebook, tudod, ahol az ilyen szélütöttek jelölgetik egymásra. Facebook. És akkor beszélgetnek, meg írkálnak, meg mit tudom én, élőbe beszélünk, és ugye elküldöm a születési adatokat, és beírom nekik, hogy mi a valódi történet, akkor ők örülnek. Tehát senki nem lehet a saját hazájában proféta. Az a helyzet, hogy tudod, olyan magas lóról beszél, sokszor ezért nem szimpatikus, amit most ezért nem tudom sajnálni, mert akkora mellénnyel nyomja, hogy ő aztán tényleg a kibaszott kiválasztott. Ő Neo, érted? Tehát, hogyha ő nem lenne, akkor mi nem lennénk sehol, mert hát, érted, ő így született. Ő nem tehet róla, hogy ekkora súlyt hordoz a vállán, hogy ő a napistennek, nem tudom ki e. Figyelj, alapból azt a sztorit találta ki, hogy ő a proféta, szóval, szóval ebből már alapból ez következik, nem? Te néző, nézed ezt a műsoromat, amit én itt elmondok neked nagyjából, és kapcsolsz,
hogy mi volt az eddigi üzenet. Hát az eddigi üzenet az, hogy konkrétan kirepül egy aranyszínű gönforma, ugyanis az országházban megtalálod a lekicsített makettjét, csak ott össze van cserélve. Lekicsített. Ennyi, geci. Ennyi. De mi ennyi? Nem is tudom követni a gondolatot. Ott van az országházban, nem érted? Ott a makettja, ezért konkrétan kiröpködöm a napból. 3x6-os térkisugárzással, bazd meg. A napisten meglátogat, 0-tól 50-ig. Nem tudom, mit nem lehet ezen érteni. Kedves nézők, hogy nem értitek ezt, amit mond? Konkrétan kirepül a napból, bazd meg. I don't get it. Hát ez a te szegénységi bizonyítványod, hogy nem érted, Bálna. Sajnálom. Az a helyzet, hogy ezt már nem először látjuk, és még zavarba ejtőbb, amikor nincs ott vele valaki, aki így visszahúzza a földre. Szóló stand-upot nyom, akkor még kétségbe ejtőbb számomra. De valaki szerint ez logikus, látom a cseten, szóval ők értik. Ne, jól írják egyébként a cseten, hogy csak irigy vagy, mert kicsi a térkisugárzásod. Ilyen egyszerű. Nem csak a pöcöröm kicsi, nem csak a családi helyzetem szar, hanem a térkisugárzásom is gyenge. Így van. És mellé a zabroncs koronát, és nem fordítva. Tehát össze van cserélve a sorrend. Azért vegyétek észre. Amúgy, ha olyan napisten, akkor minek neki napszemüveg? Pont rá nem kéne hatásra legyen a fény. Bazzeg, ez olyan, mint az X-Menben a Kyklops. Levenné, bazd meg, szétperzselne minden. Mert amúgy azóta a víziterápiás műsor óta eltelt már egy kicsi idő, ki tudja azóta, hogy mennyit fejlődött, és lehet tényleg már ez van, hogy annyi sok erő meg energia van benne, hogyha leveszi a napszemüvegét, akkor mindkét szemgolyóján így kijön a Solar Beam ezerrel, bazd meg. Komolyan. Tehát Szent Isten nem úgy szerepel, és nem szent abroncsom. Ez egy nagyon egyszerű dolog. És ezzel van megtévesztve nem csak a magyar nép, hanem a föld teljes lakosság. Ugyanis nem vállaltuk a Magyarország vezetését, mert mindig a vezérjeinket eltették láb alól, úgyhogy a titkos háttérben ott vagyunk a zászló aljá az országházon, jó? Innen lehet tudni, hogy keletről van támogatás, nem kis támogatás van, ugyanis mi hunok nem 15 millióan vagyunk. Excuse me, mi hunok? Ezért előjönnek ilyen furcsa témák, amik eddig még nem nagyon láttak napvilágot Révész Janinál. Bazzeg, akkor abban az ős magyar podcast, mi a faszom, ős magyar műsorban. Lehet, hogy ott is fellépett volna. Elvihetni, meghívhatnák oda a Révész Janit. Nagyon megnézném. 15 millióan vagyunk, mindegy, sok elmezavarodott hülye mondja, hanem kereken 400 millióan vagyunk, és nem 15 millió takony, jó? Azért ezt azért tudjuk, jó? Oké, megtudtuk, hogy nem 15 millió hun van, hanem 400 millió vagyunk. De kereken. Tehát, hogy nem 400 millió egy, meg nem 399 millió 999. Nem 15 millió takony. Hát igen. Igen. Maga, miből számoltak? Matematikus maga? Jani nem, bántja. Hát olyan napisten bazd meg, abból számolta ki. Ha? Ja igen, a Ré. Ezt a filmet, amit nektek a ti részetekre elkészítek, ezt azért, azt mondom, ezek a dolgok azért váljanak a hasznotokra. Uh-huh. Jó? Na, szóval köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok! Igen, azért tudod, ez a nagy mellény valóban elég érdekes, egy ilyen citromsárgára festett kosárlabdával a kezedben, bazdmeg. Nagyon disturbing lehet vele leülni, dumálni, nem? Szerintem ő az, aki nem akarná bevallani azt, hogy amúgy kicsit túltalom. Amúgy ebben van igazság, mert az Age of Empires 2-ben is vannak hunok, akiknek nem kell házakat építeni, hogy több egységet építhess, és a maximum populáció limit a 400. Uh-huh. Kijön a matek. Na végre kijön a matek. Úristen, a következő videó az tényleg agyerőd, bazd meg. Az a címe a videónak, hogy narcisztikus pszichopata energia és információ tolvaj bűnöző. Üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Jani, egyébként kéne szerintem egy asszisztens neked, hogy a fókusz beállítsa. Hát igen, mert az a törülköző, vagy nem tudom mi a rák ott a háttérben. Igen. Hát ez nem egy napistenhez méltó környezet amúgy itt a mosókonyha, vagy nem tudom mi ez itt. Mi ez a spájz. Uh-huh. Amúgy olyasmi ez a vibe, ez a setting, mint a Bartosnál szokott lenni. Ugyanezt akartam mondani, mint a Bartosnak. Ja, igen. Narcisztikus sziopatáról pár gondolat. Határok átlépése kerítés átugrásával kezd, ajtóököl leverésével, ismerősök, szomszédok fenyegetése, családtagok véresre verése, házból fotellel együtt kidobásával. Itt 2 percen keresztül szótlanul néztük ezt a videót, mert egyszerűen nem tudtunk szóhoz jutni. Nem jutott semmi az eszünkben, mert annyira megbabonázott minket a Révész Jani. Én most felolvas valamit, amit ő írt, vagy amit... Igen. Gondolod? Szerintem igen. Szerintem én azt gondolom, hogy a pszichopatára nem ez a szakzsargon. Szerintem mint valami konkrét esetről ír, vagy beszél, vagy próbál megfogalmazni. Nem tudjuk se az elejét, se a
közepét, semmit nem értünk. Ezek nem csak szavak. Ja, Bogi, szerintem fején találtad a szöget. Ezek szavak. Azt mondja, hogy a feleség és a gyereke elhagyta ez a sztori, és Jani mérges. Aha. Nem tudom, kíváncsi vagyok, mi lesz, hogy lesz ebből valami. Végén mondd-e valamit erről külön. Mi miért történik? Amikor lejár a szopás idő, le kell választani a hosszú ciciről, akkor rettenetesen bosszúálló és dühöng, durcáskodik. Nem összeférhetetlen ő, nagyon is összeférő, ragaszkodó, pióca típus. Hálátlan megtört személy, mutatványait, próbálkozásait köszönjétek meg. Örök életében esélytelen volt. Végigolvasni fogja ezt a furcsaságot. Hmm. Viccesből komoly hangulatba estünk elég gyorsan. Ez elég nagy downer. Hát az. Mellőzendő, háttérárnyék. Szemtől szemben elbukik. Na. Lerakta. A kéje az nem szeretet. Oh! Aki kére vágyik, nem kapja meg. Jön a düh, utána az agresszió, a kielégetetlenségből. Kielégítetlenségből jön, utána követi a tudattalság. Arra majd figyeljetek oda, hogy többször hallottuk már ezt, hogy buddhizmus, ugye? Buddhizmus. Nincs ilyen, ugyanis a buddhi az tudatállapotot jelent, tehát a helyes az a buddhista. Kicsit furcsa, ugye, hogy buddhista. Akkor ezért mondta így, hogy Buda. Vagy nem Buddha, hanem Buda. De ugye angolul meg így mondják, Buda. Ja. Tehát, hogy angolul a Buddhát Budának mondják, aha, és a buddhistát meg buddhistnak. Buddhist, így mondják, nem? Buddhist. Buddhist. I am a Buddhist myself, nem, mate. A broda az más. A broda, az nem ő, ezt nem ő mondja. A modorerő barátommal ő kint volt Gandhinak az irodájában, és ott is tartózkodott. Illetve tartózkodott az aranytemplomat meg tudta tekinteni Indiában, ott van több aranytemplom is. Majd nézzétek meg, hogy India úgy kebegépen egy golden temple, és befeküdt például... Előjön a knowledge. Úgy kell bejönni a golden temple. Jó van, gyerekek? Nehogy valaki félreírja, nehogy elbetűzzétek. Szép munkát csináltunk az Ernővel, egy nagyon egy okos, egy normális ember. Na, tehát készen állsz az ikerlánk szerelemre? Varga... Tehát ő az okos, normális ember, aki... Merjem, mit vitt véghez? Elment valamit. Gandhi irodájába, és ott létezett? Meg valami golden temple. Ő szerintem rá tudna csatlakozni bármilyen konteóra így. Ő így tudná folytatni, hogy most kitalálná valami fasságot, kitalálná valamit, ami nem létezik. Ő élből befejezni a sztoridat. Deréktől lefele nemi szerv az alvilághoz tartozik. Ezért... Alternatív igazságot akar hirdetni a világról, ami az ő fejében van. És nem tudja alátámasztani semmivel, csak abból, azzal, ami a száján kijön. Amit lehet, hogy elhisznek páran, és akkor azok lesznek a tanítványok, és akkor ő lehet mester, de hogyha Révész Jani úgy megy el a sírik, hogy nem lesz egy tanítványa se, csak ők lesznek a mesterek, a barátai, valakik a normálisok, akkor valószínűleg ez a cucc megdől. Addig viszont nem, addig nyomhatja. Ős magyar világ is nagyon hasonló, apukám ebben van 10 éve. Igen, muszáj ennek a mélyre menni. Muszáj az meg vállalnunk mások helyett, hogy eljussunk azokhoz, akik ezt nyomják. Sokszor komoly pénzeket, de tényleg akár egy tátossal beszélgetni. Ugorjunk a következő vidire? Ez a profita, aki elhozta a világhírt? Ez is kibaszott spicy lesz, úgyhogy készüljetek fel. Csáva nagyon nyomja a rizzelést. Napatya, szállj hozzám! Jön felénk a napatya, vagyis nem tudom, akit látogat a napatya. A napatya engem úgy talált meg, hogy különleges térforrással rendelkezem. Nem ugyanaz a lelkem, mint a többi emberi, hiszen nem találna meg a napatya. Hogy kifull lesz szegény ebben a izőben. Elsétált a kukoricaföldön 500 métert. Elsétált. Szegény, aztán jön vissza. A napatya! Kurva meleg van napatya van. Ne, úgy talált, talált meg, húha, várjatok egy picit. A lélek hasonló, mint egy rádiótelefon, amikor összekötitek a húlvoltal. Oh no! Jari, bazzeg, egy meteor, nem tudom. Nem volt egy meteor, nem láttad ebben. Igen, ott volt egy üstökös, így átszelte a képernyőt, lol. Bazzeg, special effects. Nem lenne a lelkem különleges térforrás, és megelőve, akkor... nem tudnak könnyen megtalálni. Az az oka, hogy az égiek meglátogattak, kérik létük nyilvánosságra hozását és a velük való kapcsolatfölvételt. Ez az aranygömb, amit a kezemben tartok. Magát. Ennek a hasonmását megtaláljátok a
az országházban. Bassz meg, de ugyanazokat a köröket tolja a csávó mindig. Hát figyelj, ezeket az igéket kell hirdetni, még nem ismerik az emberek az igazságon. Napcsillagból. Vele találkozott Buda Indiában, illetve Jézus, akit is a profétánként ismerünk. Mindketten Indiában vannak eltemetve. Buda Kusinagarban, a fiáról elnevezett helyen, és a proféta pedig India és Pakisztán határán, Kashmir környékén, Srinagarban. Menjetek, mondjátok el mind a népeknek, hogy létezik. Emberek, az igét terjesztetek, hogy létezik a napisten. Létezik. Oh my god. Oh! Azért nem volt szó ez arra, hogy tizé lesz lövöldözés. Hát de tudod pukkasztani, nem láttad? Tök jó volt. Még lesz? Na. Napatya! Juhaj! Mert nagyon sok alkalommal hozzám szállt a napatya. Ő itt lakik a napcsillag kellős közepében. Uh-huh. Az arkangyalai is meglátogattak. Az összes égi test egy élő lény. Hát akkor látod, nincs negyedül. Folyamatosan látogatja valaki őt. Ja, igen. Szegény bezve. Az a gondolkozom, hogy nyilván, hogyha találkoznánk, vagy tudnánk vele beszélni, tuti megkérdezném, hogy egyedül éle, tehát remeteként viszi előre a hitét, vagy az igét, vagy pedig van családja, mindenki tök jól el van, elhelyezkedtek az életben, csak ő így nyomja ezt a side projektet, hogy ő így napisten barát. Én azt kérdezném meg, hogy milyen festékkel festette le azt a kosárlabdát. Bemész a izébe, festékboltba, azt kiössze ezzel, azt lefújod. Az, hogy hogy ragasztotta oda, az már jobb kérdés, mert lehet, hogy átdöfte azon a labdán, de nem, hát hogy? Látszólag nagyon masszívan tart. Tehát most erről beszélgetünk, mert minden más egyébként tök oké, nem? Így van, pontosan. Ez a legfurcsább dolog. És benne értelmes fénymagok élnek benne, ezért neveznek bennünket a fénymag népének. Kapcsoljátok be azt, hogy Dragon Dance, pontosabban sárkánytánc, Kyoto. Ott a japánok is egy ilyen nyílen, ők is hunok, egy arany gömböt visznek. Ők is hunok, egy sárkányt lehet látni, ami nem más, mint az idő. A nap, Dragon Isten, Dance. A napatya, ő az időnek a forrása. Ők nem kattantak. Ők nem gondolják azt, hogy a nap beszélget velük, meg elmegy hozzájuk, meg látogatni. A napcsillag kellős közepében ezért vagyunk mi a mag népe. Én Ré vagyok, Révész János, már ismertek. Én vagyok a proféta, én nagyon sokszor találkoztam, hozzám szállt a napatya. Kéri, hozzuk nyilvánosságra létét, és vegyük fel vele a kapcsolatot. Az arkangyalai is hozzám szálltak. Személyesen találkoztam ővelük. Megkölöd a végét, csinálj egyet, hogy letépj ezért, és nyomd egy Kobe! Rádom a palánkra, hogy elfordulna a kamerát. Sokszor elmondtam. Tehát akkor, amikor ezt az arany gömböt látjátok így, na, akkor ezt látjátok. Hát ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Kamera kinyomás. Ó, te javaslom, de azt nem bázhatod. De tud egy fade to black-et nyomni, de... Most ott volt a fade to black, tényleg. Lehet segít neki valaki, van múlj. Én most ezen gondolkoztam el. Ebben. Simán lehet, hogy valaki segít neki ebben a vágásban, vagy faszom, hogy tudja. Na mindegy, szóval nagyon deep ez a rabbit hole. Biztos, hogy fel fogjuk tárni, mert szerintem érdekesebb, mint megnézni egy új Cresszer videót. Ha értitek, mire gondolok, hát nyilván azt is meg kell néha nézni, hogy változott-e valamit az előző óta. Hívjátok-e beszélgetni? Ja, ezen fogunk dolgozni, hogy valahogy ezt megoldjuk, mert Révész Jani nagy meme lett ezen a csatornán. Hát sajnos emberek, nekem mennem kell a gyerekekért, szóval ez a stream most ennyi volt, igaz, válni. Ja, nekem is mennem kell a gyerekekért, úgyhogy... De neked van, nincs is. De... Neked, te mész csinálni gyereket, mi? Ja, igen. Nem, eljött hozzám a gyerekisten, és tegnap azt mondta, hogy mostantól te leszel a... Lerakod neked három ikret, mi? Igen, te leszel a proféta. Úgyhogy gyerekeket nem eztessél mindenkivel. Na hát figyeljetek, emberek, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük a támogatást. Ez most itt egy videó, vagyis ez egy stream? Ez egy stream. És valószínűleg lesz ebből videó is mindjárt. Mm-hmm. Hogyha én a vágó programban, a vágó szoftverben megvágom a 3-6-os térkisugárzásommal, meg fogom csinálni, és 0 és 50 közötti energiával fogok dolgozni ezen az egészen, hogy elétek kerüljön. Szóval kösz szépen, emberek, a figyelmet, és átadom Bálának a szót, mert ő szokta mindig elmondani ezt, hogy védjétek a ceteket. Ja, igen, én ezt el szoktam mondani. Meg az, hogy küldjetek nekünk témajavaslatokat, nagyjából összesen... Nem azt fogod mondani, hogy küldjetek nekünk pénzt. Ja, küldjetek nekünk. Hát figyelj, azt majd ti elöntitek, de témajavaslatokat mindenképpen
ki erőszakolunk belőletek. Úgyhogy, ha találtok valami furcsát az interneten, küldjetek el, továbbra is várjuk a cringemate.podcast@gmail.com-on. Addig is legyetek jók, vigyáltok magatokra, köszönjük a csatornatagoknak a hatalmas nagy támogatásokat, és figyeljetek a ceteket. Sziasztok! Sziasztok! Bye-bye, emberek! Goodbye!